Sziasztok, itt Szindlenkvi Headquarters, és visszatértem. A Pokémon Red Adventures végigjátszással tudom, kicsit rég volt. Néha így van időm. Pokémon Liga megy, arra készülök tisztességgel, szerintem a 3-0-ás eddigi eredményünk is ezt mutatja. Most ugye ebben a részben, amit itt csinálnunk kell, az az, hogy az előző részt ott hagytuk abba, hogy valami jelóval történt, szóval valahogy el kéne, nem is Palettvárosba akartam, hanem Zöldvárosba. Na, akkor Zöldvárosba eljövünk. És itt el kéne menni a Vigilian Fortress-be, ugye ott található számunkra Yellow. Nem tudjuk Yellow-val mi történik, remélem semmi baj. Egyes rátadta a fake out. Ilyen fake out kijött, rég láttatok. szóval, ja. Viridian Forest. Jó. Itt meg kell keresnünk Yellow-t. Ez tény. Nem tudom, hogy hol lehet. Itt van Yellow. Szóval megtámadt őt egy Dragonair. Gyere, Vénuszaur! Na majd Vénuszaurral győzem le. No way! Itt van nekünk Pikachu! Na jó, próbáljuk leparalizálni Dragonair. Nem jött össze. Viszont az én Speed Boost-ommal tök mindennel gyorsabb vagyok nála. Ezért nem jött a Speed Boost Pikachu. Simán legyőzte Dragonair-t. Ugye most vagyunk ez valami tréner Pokémon volt, mert nem kaptam érte jutalmat. Ugye már így a játékmechanikára így kezdek ráérezni, hogy ez hogy működik. Jól vagy? Igen, igen, jól vagyok. Óvatosabbnak kell lenned. Biztos, hogy jól vagy? Igen, igen, köszönöm. Jó, ez a tiéd? Ez a Vénuszaur? Hát igazából, ja. Ne félj, nem fog megijeszteni. Nagyon udvarias. Nagyon szerencsés vagy. Bárcsak lenne egy Pokémonom. Micsoda? Nincsen Pokémonod. Hát ez hogy lehetséges? Nem nincs. Tudod mit? Segítek neked, hogy elkapd az első Pokémonodat. Tényleg? Igen, igen. Gyerünk, keressünk itt egy Pokémont. Jó. Most akkor mit kell csinálni? Most gondolom el kell neki kapjam? Caterpie lesz majd végül is. Yellow-nak, de most Yellow-t akarom inkább megkeresni, mint hogy fogja neki ugye ajándékbe egy Caterpie-t adjuk már. Nézzük, hogy menjünk. Ja, szörföljünk itt. Semmi. De várjunk, vízbe is el lehet, akár egy Goldint is el lehet kapni. Az igen. Ez tényleg nagyon ott van. Viszont én most tényleg Yellow-nak akarnék segíteni. Nem magamnak akarok szerezni Pokémont, hanem tényleg Yellow-nak. Ezt így ki tudom vágni, az tény. Na jó, megkeressük megint Yellow-t, és hogyha nem találjuk, akkor elkapunk neki egy Caterpie-t, mert Caterpie van, meg Rotatája is van. Szerintem igazából Rotatát kéne Rotata előtt vagy. Dodója van, Rattataja. De most nyilván ugye ez ennek mindig a manga sztoria, ott is egy Rattata. Szerintem azt kell neki elkapni. Itt is van. Oké, mi van, hogyha elkapnánk azt a Rattatát? Micsoda, én kapjam el? Ja, kap már el, mi a baj? Oké, siess és kapd el a Rattatát. Valami baj, oké. Közben mi volt ott ez az árabok úgy random megjelen? Jó, nem szeretem, hogyha ilyen árabok jön és félbeszekítja a mondandómat. Éppen el akartam kapatni vele egy Rattatát, hihetetlen, és nem hagyta. Tehát utálom az ilyet. Nagyon nem szeretem, amikor belekontáltodnak a melomba, és az sem, amikor egy HP-val túlélik a Thunderboltomat. Azt is nagyon nem szeretem.
Oké, okay, elkapta. Örülök, hogy találkoztunk, Ratata. Oké, okay, most már te vagy érte a felelős. Szóval, egy másik dolog, annak a Dragonairnek, aki itt volt, nem kellett volna itt lenni ebbe az erdőbe. És miért támadta meg ezt a kislányt? Mi folyik itt amúgy? Hát, ja, érdekes dolgok történnek. Ilyen Orestes szerte. Mert engem amúgy az árbók is érdekelne, hogy azt honnan jött, mert az is tréner Pokémon volt. Nem baj. Yellow-nak megint segítettünk. Csodálatos. Én akkor büszke vagyok magamra, és minden fogok egy rippert, mert a 4-es üdülök azok konkrétan kikészítenek. Ó, oh, ez kell. Ó, oh, annyira jó, hogy ilyen sok van. Most, hogyha megint nem tudjuk, hogy merre kell menni, akkor kicsit kiakadok. De valószínűleg megint meg kéne. Hát mehetünk arra is. Vagy inkább vissza a Viridian City-be. Ah, itt van. Még mindig itt lakik ez a Kangaskhan. Hát ez... aranyos. Ő azóta se mozdult. Sem erre se. Ez nagyon rossz amúgy, hogy csak itt fúszerfezt a csuval. Engem azért kicsit fúsz rá. Ja, erre nem tudok jönni. Igen. Most merre kéne menni? Úristen, így erre kerüljek. Most nem tudom miért inkább Viridian City-t preferálom, amikor Pewter City közelebb lett volna, de valahogy úgy érzem, hogy nekem most így arra kéne menni. Ugye a gymet nem tudjuk meglátogatni egyértelműen, amíg nincs nekünk Rock Smash-ünk. Szóval Rock Smash-t kéne megkeresni, amennyiben ez nincs meg, nem tudunk eljutni ugye az Indigo Platóra és hát a Pokémon Ligába. Pedig ugye nekünk az elsődleges feladatunk these days az lenne, hogy itt ezen a kapun bejussunk. Most ezt a jelós küldét eléggé megcsináltuk. Yes, na. Meg vissza akarok végre jutni. A Jigglypuff-os küldit se tudjuk értelmszerűen Rock Smash nélkül megcsinni, tehát most már nagyon-nagyon Rock Smash kell nekünk, mert még ott hagytunk még annó Celadon City-ben is egy questet. Viszont én most visszamegyek Palette városba. Az nagyon nagy tény. Mert itt is történtek amúgy dolgok, tehát most már nem. Jó. Itt is történtek dolgok, és hát, hogyha ó professzor ezekről most már be tudtam számolni. Nem tud. Semmit nem tud. Ilyenkor Brockot kérdezném meg. Na, visszajöttem Palette városba. Jó, nagyon ügyesen elteleportált 3 centit. Brock, lenne egy olyan kérdésem, hogy te nem tudsz-e valamit egyáltalán világról. Brock itt sincs, Brock meghalt. Például itt van ez a két ember, ezen sem tudunk átmenni. Tehát annyi rejtély van még ezen a helyen, hogy az valami hihetetlen. Misty hát, ha tud valamit. Őket érdemes kérdezni, ők velünk barátok. Na gyere, Misty. Nem, még mindig erről dumál. Oké. Okay. Vajon mi történhet most? Yellow-nak segítettünk. Mi is történnénk ezután a mangába? Ugye most Yellow szála jön igazából nagyon be. És majd az Elite Four elleni csata lesz az, ami nagyon megváltoztatja a dolgokat. Ugye? De ez Shafran városba visz, nem? 6-os út. Ez Hermion City talán? Na igen. Ugye az Elite Four igazából nem tudom hol bújkálhat. Nagyon néz ki, megyünk itt egy kör. Hát nem tudom merre. Hát van ilyen fogalmam nincs. Oké, ez egy zsákutca, fasza.
ahogy jöttünk volna, egyből eltelt. Nem ülünk meg a Zsák utcába sose. Itt volt a finish, nagyon jó. Lemendül a város, ugyanúgy felkelti az érdeklődésemet. Mert annó, hát jó, lemendül a városban, most én úgy érzem, hogy oda most úgy elmentek. Föl a toronyba. Mert van egy ilyen megérzésem, hogy ide kell jönni. Persze nem biztos. Meg a Reaper-t azért fújhatnék. Hogyha jön egy vad Pokémon, már fújja a Reaper-t. Gastlyk, tehetetlen. Akár el is kaphattam volna, de... Inkább a Reaper-t használom erre. Van tömkelegivel, rengeteg. Jó, rendben. Ez már a teteje? Nem. Még van. Semmi nincs itt. Még csak volt egy ilyen megérzésem, hogyha itt valami jóságot itt adnak, de semmi nincs. Ez az én hülyeségem volt, hogy én úgy éreztem, hogy van itt akármi, bármi. Jaj. Bocsánat, gyerekek. Mindig ez van. Hát nem egyértelmű ilyenkor, hogy merre kell folytatni. Tehát, és azért már kezdem elfelejteni, hogy mi volt a mangában, így konkrétan egymás után, mert nagyon szigorúan követi. Minden egyes szó számít. Szóval, Rúval kéne valahol találkozni. Mert valakivel találkozni kéne. Cerulean Cityben megyek vissza. Ez most ilyen központi hely szerintem. Yes. És itt éjszakra itt fölmenni. Bill, ő hátra tud valamit. Ő értesített múltkor minket is a Mew-ról, vagy Mew-ról. És hogyha máshova nem, akkor Cinnober szigetre megyek el Blaine-hez. Ugye mostanában velük volt Hüldin. Aha. Tehát ő semmit nem mond. Rendben. Most abba hagyom. Körülbelül. És következő részben már úgy jövünk, hogy megtudjuk, hogy mit kell csinálni, és akkor ez most egy rövidebb részben következik, hosszabb lesz címekülés, ezért legyen veletek. Sziasztok!